Olyan javaslat van a kormányasztalán a munkaadók és a munkavállalók jóvoltából, amellyel előrehoznák december 1-ére a két bérelem, az emelt minimálbér és a garantált bérminimum kifizetését. Ezzel a leghátrányosabb helyzetűeket tudnák kompenzálni a kormány. Erről beszélt Comba Sándor az M1-en. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár szerint a minimálbér 15%-os emelését mindháromfél elfogadja. Leginkább a garantált bérminimum 10%-os emelését övezi még vita. Mivel idén a minimálbér január 1-től 232.000 forintra, a garantált bérminimum pedig 296.400 forintra emelkedett, így egy 15 és 10%-os emeléssel a kötelező legkisebb munkabér 266.000-re, még a szakmunkás minimálbér 326.000-re emelkedne. Az előbbi nettója 176.000-re, az utóbbié pedig 217.000 forintra ugorhatna 2023. december 1-ével. Az emelésre már csak azért is szükség van, mert a régiós országokban jelentős emelkedés volt a minimálbérnél. Magyarországon egyébként jóval többen kapják a garantált bérminimumot, mint amennyien a minimálbért. A szakszervezetek szeretnék, ha az utóbbi utolérni az előbbit. Az ő javaslatuk alapján a kettő 2027-ben érne össze. Akkor a garantált bérminimumot ágazati tarifarendszer váltaná fel.